Kon Zsófia, Fidesz-KDNP politikusa nyerte a borsodi időközi országgyűlési választást. A baloldali pártvezetők a vereség ellenére arról beszéltek, hogy sikeres volt az összefogás. A Fidesz szerint viszont megbukott a Gyurcsány Ferenc vezette baloldali koalíció. Elemzők szerint vita indulhat a baloldalon, hogy van-e értelme a hatalomért mindenkit bevenni az ellenzéki koalícióba. Fábián Barna is vendége folytatja a témát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A külső stúdióban pedig ott van Galló Béla politológus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Lassan két nappal vagyunk a választások után. A ellenzéki baloldali koalíció részéről egyedül Gyurcsány Ferenc szólalt meg úgy markánsan, aki azt mondta, hogy kutya nehéz lesz majd 2022-ben eredményt elérni, a többiek nem nagyon. Vajon miért? Most felsejlik 4 évvel ezelőtt Hillary Clinton, aki bukott egy nagyot Trumppal szemben, és nem is ment utána ki a rajongói vagy a támogatói ellenem, sírógörcsöt kapott és elbújdokolt. Valami hasonló történik a baloldalon? Nagyon régóta van egy strukturális problémája a magyar, én inkább az ellenzéknek nevezném, nem baloldalnak, de maradhatunk ennél a kifejezésnél is. Tudni, hogy 2010 óta az ellenzéki pártok nem fejlődnek, csak szaporodnak, és nincs közöttük egyetlen egy olyan erős párt sem, amelyik vonzaná a mondjuk úgy, hogy a kormány ellenes szavazókat. És ez azért is baj, mert a választók, a magyar választók 30 éve az erős pártokhoz vannak szokva. Kezdetben volt az MDF és az SZDSZ, később a Fidesz és az MSZP, és 2010 óta ugye ez a helyzet teljesen fölborult. Tehát arra gondol, hogy az ellenzéki pártok, a baloldali koalíció nem tud új szavazókat megszólítani? Nem tud új szavazókat megszólítani, és azokat, akiket megszólít, azokat is olykor nehéz helyzetbe hozza, mint ezt most is tapasztalhattuk szerencsén, ugye amikor egy véleményem szerint egy szerencsétlen státuszú jelöltet indítottak egy olyan körzetben, ami tele van roma honfitársainkkal, és az illető úr ugye az hát eléggé elhíresült korábban a roma ellenes kijelentéseiről. Ez azt is mutatja, hogy a hitelességi problémákkal is küzd az ellenzéki koalíció vagy összefogás, de a lényege az a dolognak, hogy a felszín alatt, miközben telitorokból le az Orbánnal kategóriában gondolkodnak, zajlik közöttük egy verseny, hogy kié lesz a vezérszólam az összefogáson belül, és erre átcsingózik Gyurcsány Ferenc is nyilvánvalóan. Ha megnézem és visszaemlékszem a választási plakátra, a két jelölt fényképe alá mi volt írva? Ugye az ellenzéki összefogás bíró úr jelölt képe alá az volt írva, hogy bontsuk le a kétharmadot pont, hogy aztán tovább, azt nem részletezték. A győztes, Kon Zsófia képe alá pedig az volt írva, hogy folytassuk az építkezést, a fejlődéseket. Ott volt a program. Hát igen, ugye ez megint egy másik nagy strukturális probléma, ezt maguk az ellenzékiek is bevallják egyébként, hogy jó, el kell jutni a kormány leváltásaig, de hogy utána mi lesz, az egy nagy kérdőjel, pontosabban akik ennél őszintébben fogalmaznak, azt mondják, hogy hát akkor majd szépen egymásnak esünk, és eldöntjük, hogy ki fog kormányozni, vagy milyen összetételben fogunk kormányozni. De még egyszer mondom, ez egyrészt szerintem a jövő felől nézve egy felelőtlen álláspont, másrészt pedig egy elég homályos kínálat a választók részére, mert azért az emberek azt is szeretnék tudni, hogy mi jön azután, miután feltéve, de nem megengedve mondjuk az ellenzék győz, de ebben a jelenlegi összetételében ez sokféle ok miatt, személyzeti összetétel, programhiány összetétel, és így tovább, nem kormánykoalíció képes ez az ellenzék, úgy gondolom. Gyurcsány Ferenc részéről kétesélyes volt, vagy egyesélyes ez a választás? Mert hogyha megnyerték volna, akkor azt mondhatta volna, hogy íme az összefogás milyen gyümölcsözően működik, de nem nyerték meg, a Jobbikos jelölt bukott, úgyis, hogy a Jobbik nem volt rajta a támogató pártok listáján, mert bírósági bejegyzések elmaradoztak. Na, a lényeg az, hogy most meg azt mondja, hogy van nekem szükségem erre a Jobbikra, az ellenzéki összefogásnál? Gyurcsány Ferencről sok mindent el lehet mondani, rosszat is közöttük, de azt mondjuk nem, én legalábbis ezt nem venném a számra, hogy ne lenne okosabb, mint az ellenzéki összefogásban lévő szinte mindegyik politikus. Ő neki mindig van egy A meg egy B terve, hát ugye már az MSZP-n belül is az volt, vagy elfoglalom az MSZP-t, vagy kiszakítok belőle egy darabot. Tehát ugye ő neki az a B terve, akármi is lesz a 2022-es választás eredménye, hogy ő mindenképpen erős pártként és a legerősebb ellenzéki pártként kerüljön ki belőle, aztán majd meglátjuk,
hogy mi lesz, gondolhatja Gyurcsány Ferenc. Tehát mindenféleképpen zajlik a küzdelem, és ebben a küzdelemben ugye már lényegében csak ketten maradtak a porondon, a DK és a Momentum, mert a két előző erősebb ellenzéki párt, az MSZP és a Jobbik, az nagyon ledarálta magát. És arra is vannak egyébként egyértelmű jelek, hogy az MSZP-t mostanában tolják be a Gyurcsány párt alá, a jelenlegi vezetői. Ők eljutottak addig a felismerésig, ugye, hogy jobb nekik ott a ma már nagyobb párt keretein belül politizálni, mert az egzisztenciájuk, hiszen azért sok ellenzéki politikus esetében elsősorban erről van szó, az ott sokkal inkább biztosított, mint hogyha mondjuk egy ilyen kis párt élén, mint ami ma már az MSZP vitézkednek tovább. Béla, azt hogyan lehet kommentálni az ő részéről, hogy azt mondta Hatházi Ákos, hogy olyan ember került volna a parlamentbe bíró személyében, aki elég egyértelműen részt vett abban, hogy a kis csapat valódi fejlesztés helyett már az ő csapata, ugye a bíró csapata, magára 50 milliót kölcsön, mondja Hatházi, majd hozzátette, elismervén, hogy az ellenzéki győzelem érdekében elhallgatta, hogy tudomása volt egyéb terhelő információkról is bíró úrral kapcsolatban. Na most akkor itt mi van? Elhallgatott olyan cselekményeket, amiről tudomása volt? Hát nem tudom, hogy ennek lesz-e büntető jogi következménye. Hát igen, ezt majd meglátjuk, de ugye ez, amit ön most említett szerkesztő úr, ez a példa is arra jobb példa, hogy tulajdonképpen az ellenzéken belül az egyes politikai képviselők vagy egyes politikai aktorok között nincsen igazából összhang. Ezt a választást is egyébként, ezt a szerencsi választást is igen sokféleképpen értelmezik. Van, aki történelmi diadalnak, van, aki éppenséggel a 2022-es vereséget előrevetítő kudarcnak vélik. Így volt ez már egyébként, hogy visszautaljak a korábbi két önkormányzati választásra Mohácson is, ugye, ahol az MSZP jelöltje égett be, ha szabad ezt a kifejezést használni. Itt pedig szerencsem, most pedig a Jobbikot sikerült elég rendesen ledarálni, hiszen ezek után a Jobbiknak joggal mondhatják azt a fükörös a Momentumosok és a DK-sok, hogy hát megmérettettetek és könnyűnek találtattatok. Galló Béla politológus, nagyon szépen köszönöm.